2000 középiskolai férőhely áll a nyolcadikosok rendelkezésére. A Magyar Nemzeti Tanács ülésén elfogadták a végrehajtó bizottság döntését a középiskolák első osztályába beíratható tanulók létszámáról. 12 önkormányzat területén, 35 középiskolában, 9 gimnáziumban, 2 művészetiskolában és 24 szakközépiskolában összesen 2112 férőhely várja a leendő elsős középiskolásokat magyar nyelven. Ez összességében 76 szakot jelent, 56 4 éves szakot és 20 3 éves szakot, 1542 férőhelyet a 4 éves szakokon és 570 férőhelyet a 3 éves szakokon. Minden középiskola kérése meghallgatásra talált, 2 új szak is nyílt, emelte ki Hajnal Jenő, az MNT elnöke. A Kosztolányi Dezső Tehetség Gondozó Gimnáziumban egy színház és audiovizuális művészeti szak, és a Vegyészeti Technológiai Iskolában pedig egy bűnögi technikus szak. Mind a kettő úgy gondolom, hogy nagyon fontos, nagyon jelentős, de igazán a vita, amiről szólt, az azt jelenti, hogy ennyi férőhelyjel, azelőtt mindig sírtunk, mit tud ennyi gyerek, ahány most nyolcadikat fejezi be majd kezdeni, hiszen majdnem dupla annyi hely van áll rendelkezésre. Én úgy gondolom, hogy ennek örülnünk kell, annak még jobban örülnénk, hogyha jóval több középiskolás diák szeretne itthon a szülőföldjén tanulni, és még többen lennének. Mengyen Pletikoszi Csildikó szerint az új szakokat nyitó intézmények elvonják a tanulókat a többi iskolától. Kisebbségi helyzetben nem lenne szabad versenyhelyzetet teremteni, illetve ekkora nagy versenyhelyzetet nem volna szabad teremteni, hiszen nem egyforma erőforrásokkal indulunk. És vannak iskolák, akiket megtámogat mindkét kormány, és ezáltal egy sokkal kiváltságosabb helyzetben vannak, és természetesen, ha nyílnak ott tagozatok, akkor a diákok oda fognak áramolni. Barát Gábor Gergely, az MNT Oktatási Bizottságának elnöke erre reagálva elmondta, az csak jó, ha a végzős nyolcadikosoknak van miből választaniuk. Tény, hogy kevesebb nyolcadikos van, mint ahány férőhely, de én ezt nem látom negatívumként, hiszen pont ennek az eredménye az, hogy van lehetőség választani a gyerekeknek, és nem kell nekik csak néhány szak közül választani. Azt még nem tudni, elhalasztják-e a novemberre tervezett nemzeti tanácsi választásokat az ősszel esedékes népszámlálás miatt, hangzott el a Magyar Nemzeti Tanács ülésén.